Jó napot kívánok! Sok szeretettel köszöntöm képviselőtársaimat, intézményvezetőket, meghívott vendégeinket a 2024. decemberi rendes testületi ülésen. Megállapítom, hogy a testületünk határozat képes, Hidvégi József polgármester és Lehel László képviselőtársam jelezte távollétét, Makkos Csaba képviselőtársunk pedig később fog csatlakozni az üléshez. Az előzetesen kiküldött napirendekhez képest kettő sürgősségi indítványozott, hogy vegyünk fel a rendes testületi anyagok közé, így 16 nyílt ülésünk és egy zárt ülési napirendünk van. Van-e valakinek a napirendekkel kapcsolatban javaslata, módosítási javaslata? Amennyiben nincs, akkor aki a módosítással egyetért, kérem szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy 6 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület, és aki a módosításokkal együtt elfogadja a napirendeket, kérem szavazzon. Köszönöm szépen, 6 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület. Első napirendi pontunk jelentés a lejárt határidejű határozatokról és a két ülés között végzett önkormányzati tevékenységekről, valamint tájékoztató az adott hónap pénzügyi helyzetéről és a vállalat kötelezettségekről és megbízásokról. Tárgyalta a Jogi és Humán Bizottság. Jogi és Humán Bizottság javasolja a képviselőtestületnek mind a kettő beszámolónak az előterjesztés szerinti elfogadását. Köszönöm, tárgyalta a Városfejlesztés és Pénzügyi Bizottság. Ugyanígy döntött a Városfejlesztés és Pénzügyi Bizottság is. Köszönöm szépen, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Amennyiben nincs, köszönöm szépen, akkor tájékoztatom a televízió nézőket és a jelenlévőket a 2023. december havi pénzügyi helyzetről. 30 napon belüli kifizetetlen számlánk 0 forint, 60 napon túli kifizetetlen számlánk 143 ezer forint, bankszámlánk egyenlege 1.439 millió forint, melyből a projektszámlánk egyenlege 853 millió forint. Köszönöm. Van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása? Amennyiben nincs, akkor kérem képviselőtársaimat szavazzunk. Köszönöm. Az első döntési javaslatú polgármester úrnak a két ülés között végzett tevékenységéről megállapítom, hogy 5 igen szavazattal és tartózkodással a képviselőtestület elfogadta. A második döntési javaslat pedig az alpolgármesternek a két ülés között végzett tevékenysége. Kérem képviselőtársaimat szavazzanak. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 6 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület. Következő napirendi pont, előterjesztés a TOP 3.1.1.16-SO1-2017, kötőjel 0002, Fonyód Csiszta Puszta kerékpárút déli szakasz aszfaltburkolat szélesítéséről szóló 197/2023-as KT határozat visszavonásáról. Tárgyalta a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság. És javasolja a bizottság a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti elfogadást, amely alapján ez az augusztusi képviselőtestületi határozat kerülne visszavonásra, amelyben arról döntöttünk, hogy Buzsákkal közösen a költségek 50-50%-os megosztása mellett a bicikli úton, ugye Épifonyód és Csiszta Puszta között 3,5 méterről 5 méterre történő szélesítése történt volna meg. Azonban mivel pályázati pénzből épül ez a projekt, illetve épült, hiszen azóta a megnyerőbb összehozatal már is készült, itt az összes közreműködő hatósággal ezt ugye egyeztetni kellett, és a projekt befejezésének határideje december 20-a az idejében, és ilyen rövid idő alatt sajnos nem lehetett a háttérben úgymond ezeket az egyeztetéseket úgy lefolytatni, hogy törvényszerűen sokszorűen meg tudjon ez a szélesítés valósulni, ezért muszáj sajnos minden bánatunk mellett ezt visszavonni, és a 3,5 méter szélesült épült meg ez miatt. Köszönöm szépen! Van-e valakinek a napirenddel kapcsolatban kérdése, észrevétele, hozzászólása? Amennyiben nincs, akkor kérem a képviselőtársaimat szavazzunk. Megállapítom, hogy 6 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület a határozati javaslatot.
Következő napirendi pontunk előterjesztés Folyódváros önkormányzat képviselő testületének az önkormányzat 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023 önkormányzati rendelet módosítására. Tárgyalta a Jogi és Humán Bizottság. Jogi és Humán Bizottság javasolja a képviselő testületnek a rendeletmódosítás előterjesztés szerinti elfogadását. Tudni kell igazából, hogy ez ebben az évben a harmadik módosítás, amire sor kerül. Rendes egyébként, hiszen ilyenkor egyébként szokás ugye a rendeletet módosítani. Több indok eredményezte azt, hogy 91.985.000 forinttal kell növelni a bevétel és kiadás főösszegét, és így gyakorlatilag 4.180.252.000 forintra növekedik a fő összeg, a bevétel kiadás főszege. Ennek ugye többek között az előbbi előterjesztés is indokolja, és egyéb más dolgok, amiket gyakorlatilag a könyvelésbe ugye át kellett vezetni, betéti kamatok, ellátottak állami támogatása, ilyen jellegű dolgok is. És gyakorlatilag erről szól ez a rendeletmódosítás. Köszönöm szépen! Tárgyalt a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság. És mi is javasoljuk a rendeletmódosítás elfogadását a költségvetési rendelet kapcsán. Köszönöm szépen! Előterjesztőnek van esetleg kiegészíteni valója. Köszönöm szépen képviselőtársainak, kérdés, hozzászólás. Köszönöm szépen, akkor kérem képviselőtársaimat a rendelet szavazásáról, rendelet módosítás szavazásáról. Köszönöm, megállapítom, hogy 6 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület a rendelet módosítást. Következő napirendi pontunk előterjesztése a Rezi BT-vel kötött kegyeleti szolgáltatási szerződés meghosszabbításáról. Tárgyalta a Jogi és Humán Bizottság. Jogi és Humán Bizottság javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat előterjesztés szerinti elfogadását, amely arról szól, hogy ez évben, ugye a Rezi BT-vel 2013. január 22-i napjától, egy évre, igen, de hogy idén lett ugye megkötve, és gyakorlatilag nem egészen egy évre, hiszen 11 hónapra pontosabban lesz meghosszabbítva, azaz 2024. december 31-én lesz meghosszabbítva a Rezi BT-vel, ugyanazokkal a feltételekkel, mint eddig a szerződés. Köszönöm szépen! Tárgyalta a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság. Szintén javasolja a képviselőtestületnek a szerződés hosszabbításának elfogadását. Köszönöm szépen! Van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása? Akkor kérem képviselőtársaimat, szavazzunk! Köszönöm szépen, megálltam, hogy 6 igen szavazattal a kegyeleti közszolgáltatási szerződés meghosszabbításáról döntött a testület. Következő napirendi pontunk javaslat Folyódváros önkormányzat képviselő testületének 2024. évi munkatervére. Tárgyalta a Jogi és Humán Bizottság. Jogi és Humán Bizottság javasolja a képviselő testületnek a határozati javaslat előterjesztés szerinti elfogadását. Ez gyakorlatilag minden évben ugye elfogadjuk általában, és ez a rendes üléseknek az időpontjára, és a rendes idő, vagy rendes üléseknek gyakorlatilag a munkatervét tartalmazza. Ez nem azt jelenti, hogy a képviselőtestületnek ennyi ülése lesz, valószínűleg rendkívül ülések szép számmal fognak még azért elég kerülni, de a rendes üléseknek gyakorlatilag ez a menetrend szerinti, és egyébként pedig a munkaterv azokat a kötelező dolgokat tartalmazza, amelyik minden évben az intézmények részéről és mindenhonnét kötelezően tárgyalandóak. Köszönöm szépen! Tárgyalta a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság. És javasoljuk szintén a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti elfogadást. Köszönöm szépen! Van-e valakinek kérdése, hozzászólása, észrevétele? Köszönöm, akkor kérem képviselőtársaimat szavazzunk a határozatról.
Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 6 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület a határati javaslatot. Következő napirendi pontunk előterjesztés Fonyódváros önkormányzatának 2024. évi költségvetési koncepciójára. Tárgyalta a Jogi és Humán Bizottság. És a Jogi és Humán Bizottság javasolja a képviselőtestületnek mind az 5 napirendi pont tekintetében az előterjesztés szerinti határozat javaslat elfogadását. Itt ugye az egyes napirendi pontok alatt a következő dolgok vannak. Az első napirendi pont tulajdonképpen az alapkoncepció, tehát a koncepció elfogadása. A második napirendi, vagy a döntési javaslat az a köztisztviselők illetmény alapjának a 90.000 forintra emelése. A harmadik az a kafetéria juttatásoknak juttatásnak az emelése, ugyanezt tartalmazza a negyedik is, és az utolsó pedig az egyszeri 100.000 forint per fő per év juttatás kifizetését engedélyezi, és javasoljuk az elfogadását. Köszönöm szépen, tárgyalta a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság. És szintén javasoljuk a képviselőtestületnek a 2024 évi költségvetési koncepció elfogadását mind az 5 döntési javaslat esetében. Köszönöm szépen, előterjesztőnek van esetleg kiegészítése? Köszönjük szépen, köszönjük az előterjesztőnek a munkáját, egyébként a koncepció véget. Képviselőtársaimnak van esetleg kérdése, észrevétele, hozzászólása? Parancsolj, képviselő úr. Csak így kiegészítésként, hogy azért az önkormányzat terhei, meg a város terhei, hogy elmúlt hónapban tárgyaltuk az energiabeszerzést, ez ilyen plusz 71 millió kiadást jelent, és még azt mondhatjuk, hogy azért a szabadpiaci árhoz képest egész jó díjat sikerült tenni. Ez egy ilyen fontos szám, hogy a szolidaritási hozzájárás a városnál 55 millióra emelkedett, ez az iparűzési adó növekmény emelkedében, amiket is látjuk, hogy az ez egész jól működik. Amit én a bizottságban elfelejtettem kérdezni, hogy ha tudunk esetleg valamit, ugye bekerült a költségvetés a tervezésbe, hogy a rendelőnk júliustól másképp fog működni költségvetési szervként, ugye ez törvényi előírás. Tudunk erről már valamit esetleg, hogy milyen anyagi terhet jelent ez pluszként, vagy erről nincs még. Igen, csak annyi, hogy ez lesz, és akkor majd valahogy lesz. Konkrét információ még nincsen erről. Jó, köszönöm meg. És annyit, hogy tényleg szépen össze lett rakva ez az egész költségvetési koncepció, és amit a MSZ mondott, hogy ezek a döntések azért kerültek ki, mert ezek fix adatok, ezeket már akkor be tudják tervezni a költségvetésre. Köszönöm. Igen, és annyit még kiegészít a képviselő urat, hogy azért évek óta a hivatalunk és az intézményeink és a teljes városunk működésének köszönhetően egy nagyon stabil pénzügyi helyzetünk van, tehát amiket itt képviselő úr elmondott, hogy bizony terhelt év lesz pénzügyileg a következő év, azért reménykedhetünk abban, hogy tovább is a stabil pénzügyi helyzet fog maradni, hiszen az önkormányzat intézményének azért vannak bevétele is, tudunk fejlesztési forrásokra is pályázni, úgyhogy én azt gondolom, hogy a 2024-es is egy stabil pénzügyi helyzet lehet. Köszönöm szépen. Valakinek van-e még kérdése, észrevétele? Igen, még egyetlen egy dolgot azért szeretnék még hozzá, és ez a Naci, hogy ezt felhozta, igazából most jutott eszembe, hogy arra még azért számítanunk kell, hiszen a bizottságok előtt ugye ez kérdésként ugye felmerül, arra azért számítanunk kell, hogy most például a minimálbér és a garantált minimálbérnek a december 1-i bevezetése egyéb korrekciót is fog a jövőben maga után vonni, tehát erről kaptunk tájékoztatást, tehát hogy gyakorlatilag a költségvetéshez újra és újra azért hozzá kell nyúlni ennek megfelelően, mert ez befolyásolja maximálisan, és egyéb más tényezők, amikről most még nem tudunk, mert hogy vannak olyan információk, amik jelenleg nem állnak a rendelkezésünkre. Köszönöm. Köszönöm. Van-e valakinek még észrevétele, hozzászólása? Amennyiben nincs, akkor 5 határati javaslatról fogunk dönteni.
Aki az első határti javaslatot elfogadja, kérem, igen gombbal szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 6 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület. Aki a második határti javaslatot elfogadja, kérem, igen gombbal szavazzon. Köszönöm szépen, 6 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület. Aki a harmadik határati javaslatot elfogadja, kérem, igen gombbal szavazzon. Köszönöm szépen, megálltam, hogy 6 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület. Aki a negyedik határati javaslatot elfogadja, kérem, igen gombbal szavazzon. Köszönöm, 6 igen szavazat, és aki az ötödik utolsó határti javaslatot elfogadja, kérem, igen gombbal szavazzon. Köszönöm, megálltam, hogy 6 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestet, és aki a költségvetési koncepciót elfogadja, kérem, igen gombbal szavazzon. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 6 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület. Következő napirendi pontunk, előterjesztés a Fonyódváros önkormányzat követeléseiként nyilvántartott helyi adótartozások végrehajtásához való jog elévülése miatti és a kötelezettségként nyilvántartott elévült túlfizetések kivizetésének jóváhagyására. Tárgyalat a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság. És javasoljuk a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti elfogadást, mely alapján tennap elég, hát nem vita, hanem elég heves hozzászólások is volt a bizottsági ülésen, a tagok részéről, hiszen mindenki ugye szeretné ezeket a tartozásokat, ha úgymond be lehetne hajtani, de ugye Gabitól hallottuk, meg polgármester úrtól is, hogy ezek bizonyosan olyan tartozások, ahol már vagy megszűnt a cég, aki tartozik, vagy egyéb fizikai akadálya van, nincs vagyona annak, aki tartozik, bármilyen ok, ami ez gyakorlatilag ellehetetleníti ezt a behajtást, és ezért ezek a tartozások most gyakorlatilag behajthatatlannak vannak minősítve, és 57 darab ilyen van, 5,9 millió forint értékben, és egy darab túlfizetés van, amire szintén ez igaz, hogy ott is visszautalta volna az önkormányzat a túlfizetést, hogyha lett volna rá lehetőség, de ott pedig a másik oldal nem fizetett, hanem egyszerűen tudtunk neki visszajutalni, hogy ilyen is van. Jobb lenne, fordítva lenne, hogy 57 ilyen lenne és egy tartozás, de az 10.000 forint összeg, tehát nem egy nagy érték. És ezekről döntünk most, hogy gyakorlatilag ezeket kivezetnénk, nem tartanánk tovább ilyenban nyilván. Köszönöm szépen. Van akinek kérdése, észrevétele, hozzászólása? Amennyiben nincs, akkor 2 határti javaslatról fogunk dönteni. Az első határti javaslat, mely szerint a helyi adókövetelés kivezetéséről szóló tájékoztatást tudomásul vesszük. Kérem, aki egyszer egyetért igen gombbal szavazzon. Köszönöm, megállaptam, hogy 6 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület. És a második határozati javaslat, mert az adó túlfizetés visszaigényléséhez való jog elévülése miatti egy tétel könyvviteli mérlegből történő kivezetésének tudomására vételéről szól. Kérem, aki ezzel egyetért, igen gombbal szavazzon. Köszönöm, megállapítom, hogy 6 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület határozati javaslatot. Következő napirendi pont, előterjesztés a Fonyódi Turisztikai Egyesület 2024. évi marketing tervének, költségvetésének és éves feladat tervének véleményezéséről. Tárgyalta a Jogi és Humán Bizottság. Bizottság javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat előterjesztés szerinti elfogadását, amiben ugye beszámolunk a 23 évi programokról, amik elég sikeresek voltak, hiszen azt gondolom, hogy a turisták és a helyieknek is nagy örömére szolgált igazából néhány olyan koncert, ami nagy érdeklődésre tartott számot, illetve a jövő évi marketing terv is ebben szerepelt, úgyhogy elfogadásra javasolni.
Köszönöm szépen, tárgyalt a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság. Ugyanígy javasoljuk a képviselőtestületnek az előterjesztés elfogadását. Köszönöm szépen. Jelezném, hogy elnök úr tegnap a bizottsági üléseken jelen volt, viszont ma jelezte távol maradását, úgyhogy ezért nincs itt a Turisztikai Egyesület elnöke. Van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása? Köszönöm szépen, akkor talán csak annyit engedjenek meg, hogy csak egy mondatban én is kitérjek a Turisztikai Egyesület marketing tervére az idei beszámolóra, hiszen az idei év azért annyival több programot, több rendezvény szolgáltatott, hogy a településünk is részt vett az Európa Kulturális Fővárosa 2023 projektben, mely az idei évben Veszprém, Balaton, Bakonyhidő együtt volt, és ehhez önkormányzatunk is csatlakozott, és ennek keretén belül több pályázatot sikeresen tudott megvalósítani önkormányzatunk, melyben nagy szerepe volt a Turisztikai Egyesületnek, viszont feltétlenül meg kell említeni a hivatalunk beruházási osztályát is, hiszen ők segítették ezt a pályázatot a Turisztikai Egyesületnek, úgyhogy köszönöm mindenkinek a munkáját. Azt gondolom, hogy sikeres volt a Fonyódi Európa Kulturális Fővárosa projekt. Van-e valakinek még észrevétele, hozzászólása? Amennyiben nincs, akkor aki a határozati javaslattal egyetért, kérem igen gombbal szavazzon. Köszönöm szépen, megláttam, hogy 6 igen szavazattal el a képviselői testület. Következő napirendi pontunk előterjesztés Fonyódi József utca és környékének forgalmi rendváltozásáról, valamint útlezárásokról. Tárgyalta a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság. És javasolja a képviselő testületnek az előterjesztés szerinti elfogadást, amely a korábbi években már megszokott rend szerint kerülne végrehajtásra itt a Kolbász Fesztivál kapcsán a József utca lezárása. Köszönöm szépen! Van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása? Amennyiben nincs, akkor aki a határozati javaslattal egyetért, kérem igen gombbal szavazzon. Köszönöm szépen, megálltam, hogy 6 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület. Következő napirendi pontunk előterjesztés a 2023 évi programok értékeléséről és a 2024 évi Fonyódi rendezvények előkészítéséről. Tárgyalta a Jogi és Humán Bizottság. Bizottság javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat előterjesztés szerinti elfogadását, amely ugye a 2023-as év programjainak az összesítése volt, és itt ugye a bizottság külön kitért arra, hogy köszönjük, mert remek programok valósultak meg. Mindenképpen köszönet illeti nyilván nem csak a kulturális intézmények dolgozóit, hanem velük szorosan együttműködő minden intézménynek a dolgozóját. Én szeretnék kitérni, hogy itt a Büsztől elkezdve a Fonyód konyháig, és akár az intézmények is, és a szociális, a járási központ is, azt gondolom az idősek napi rendezvényen mindig remekül helytállnak, úgyhogy számomra ez azért nagyon fontos, mert gyakorlatilag itt egy nagyon szoros összetartás és összedolgozás valósult meg ebben az évben, és ami nagyon-nagyon fontos, és ezt kiemelt egyébként a bizottság is, hogy olyan programok is létrejöttek, amik előtte nem voltak, tehát hogy a télbúcsúztató ez egy nagyon nagyszerű program volt, amiből lehet megint csak építkezni, ahogy láttuk a jövő évi programokban is, ezt már továbbfejlesztitek, tehát hogy ez nagyon jó dolog, és nem csak a város területén megrendezett programok, hanem egyébként a behozott, az intézménybe behozott széleskörű választék és mondom dicséretet érdemel. Úgyhogy köszönjük. Ami itt még azért fontos, hogy intézményvezető asszony a jövő évi programokkal kapcsolatban egy szóbeli kiegészítéssel élt, mert hogy oda ugye egy másik lett feltöltve, tehát nem a frissített. Itt azért annyit el kell mondani, hogy a padlás előadás egyszer lesz megrendezve a jövő évben, tehát az a kettő időpont az ott téves. 15-én Keresztes Ildikó nem lesz, tehát hogyha aki az előterjesztés olvassa, az erre ne számoljon, mert ez nem lesz. Illetve a kineziológiai előadások azok a Foki intézményében kerülnek megrendezésre. Ezt még mindenképpen, egyébként pedig mindenkinek gratulálunk és mindenkinek köszönjük. Köszönöm szépen, tárgyalta a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság.
és a bizottság szintén javasolja elfogadásra a 23 évi programok értékelését és a 24 évi programok előkészítésére kapcsolatos napirendet. Előterjesztés szerinti tartalommal. Köszönöm szépen, van-e valakinek kérdése, hozzászólása? Parancsoló képviselő asszony. Köszönöm. Én annyit szeretnék ezzel hozzáfűzni, először is megerősítem, amit Enesen mondott, hogy ezek a programok, meg ezek a programszervezések, akár a turisztikát, akár a kulturális intézményeket nézzük, nagyon komoly összefogást tartalmaznak. Tehát a háttérben ott van a városüzemeltetés, ahogy mondtad, ott van a folyott konyha. Szerintem, hogyha évekkel ezelőtt mi ezt a célt megfogalmazzuk, és most visszatekintünk, akkor azt mondom, hogy elértük azt, amit a kezdeteknél szerettünk volna, hogy városivá váljon minden, és ez szerintem nagyon nagy dolog. A másik, amit én a bizottság ülésen is megemlítettem, hogy évekkel ezelőtt küzdöttünk, hogy a rendezvényeken néhány ember vesz részt. Most vannak olyan rendezvények, amik gyakorlatilag teltházasak, és nem csak a város intézményeivel, hanem is az iskolákkal való kapcsolattartás is szerintem példaértékű, mert hogy rendkívül jól tudunk együttműködni, hogy ez a gyerekeinknek az érdekét is szolgálja, akár az óvodát nézem, gondolom megerősítetek ebbe, akár az iskolát. Én szeretném kérni, hogy ez továbbra is maradjon meg, kell ez, és igenis a Fonyód művelődési központját kell preferálni, természetesen azért menjünk el igazi színházba, de nagyon fontos, hogy ide beszokjanak a gyerekeink, és ami nagyon fontos, hogyha a gyerek beszokik, akkor be fog szokni a szülő is, és ugye nekünk ez a célunk. És itt szeretném elmondani, hogy rendkívül jó mozi előadások vannak, amiket látunk a neten, de mégsem emeltük ki talán eléggé, nagyon-nagyon kedvezményes áron. Tehát elmegyünk kilométerekre egy-egy új filmnek a megtekintésére, miközben itt a kulturális központban 1800 forintért meg lehet nézni, és tényleg most is a legújabb filmek vannak. Biztatom erre a gyerekes szülőket, akár a többi felnőttet, az időseket, hogy használjuk ki, mert ez is értünk van. Úgyhogy köszönjük szépen a Nórának is, meg a többi intézménynek is ezt a rendkívüli, én azt gondolom, hogy nagyon komoly háttérmunkát, amit még hozzátesznek. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Vezető asszony esetleg szeretnéd-e kiegészíteni? Köszönöm. Akkor ha nincs egyéb kérdés, akkor kérem a képviselőtestületet, a határti javaslatról szavazzunk. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 5 igen és 1 tartózkodás mellett a képviselőtestület elfogadta a határati javaslatot. Következő napirendi pontunk előterjesztés a Fonyód Hóvirág utca 71-98 helyrehozi számú ingatlanon található 600 köbméteres ivóvízmedence töltővezeték rekonstrukciójához kapcsolódó vízvezetési szolgalmi jog megállapodásáról. Tárgyalta a Jogi és Humán Bizottság. Jogi és Humán Bizottság javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását, amely igazából, ahogy megtudtuk a műszaki vezetés részéről, gyakorlatilag most van tervezési szakaszban. Tehát, hogy ez annyit akar az érintett utcák, illetve szakasz lakóinak, hogy ez előre láthatólag legkorábban 2025-ben valósulhat meg. Úgyhogy akkor mindenképpen az utca lakóit informálni fogjuk, hiszen ez némi kis nehézséget fog igazából okozni, mert itt udvarkartnak a feltöréséről is szó van. Azonban amely utcakat ez igazából udvarkolat szempontjából nem érint, és ez nagyon fontos, a Szent István utca járda, illetve udvarkolata, hiszen ott alatta fog átmenni, ahogy egyébként képviselőtársam nagyon szépen elmagyarázta, hogy ezt hogy szokták igazából az ilyen vezetékeket, ugye ilyen fontos útszakaszokon átvezetni, vagy alatta átvezetni. Ami még nagyon fontos, a bizottság részéről felmerült, hogy szeretnénk kérni, hogy az útszakaszoknak a lehető legjobb rekonstrukciója utána valósuljon meg, hogyha ez a vízvezeték ott elvezetésre került, tehát hogy próbáljuk a legjobban kihozni belőle és a DRV-től. Kérjük, hogy a lehető legjobb útburkolatot. Köszönöm, elnök asszony. Igen, nem szeretnénk kérni, nem kötelezni fogjuk őket majd akkor, amikor a kivitelezésre kerül sor, vagy
kerülhet sor. Köszönöm, tárgyalta a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság is. És javasolja a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti határozati javaslat elfogadását. Annyi kiegészítést tennék a elnök asszonyhoz, hogy ilyen Hóvirág utcában van ez a medence, és maga ez a rekonstrukció, illetve az út felbontása és majd a helyreállítása, a Hóvirág utca, Sándor utca, Dobó utca, Hegyalja utca, Szivárvány utca szakaszt érinti majd. Szivárvány utcából, ha jól emlékszem, 5 négyzetmétert. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása? Amennyiben nincs, akkor kérem a képviselőtársaimat, szólhatunk a határati javaslatról. Köszönöm, megállapítom, hogy 6 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület a határati javaslatot. Következő napi rendi pont, előterjesztés a Fonyolváros önkormányzata 2018-2023 év közötti időszakra szóló helyi esélyegyenlőségi programjának hatályban tartásáról. Tárgyalta a Jogi és Humán Bizottság. A bizottság javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat előterjesztés szerinti elfogadását. A munkatervben is és itt is az előterjesztésben szerepel, hogy március 28-i, tehát 2024-ben március 28-i rendes ülésre várható a HET-nek az újabb helyes esélyegyenlőségi programnak az előterjesztése, amely ugye egy hosszú távú, egy 5 éves program lesz. És addig a régi marad hatályban. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, hozzászólás, észrevétel a napirendre kapcsolatban? Amennyiben nincs, akkor megállapítom, hogy plusz egy fővel kiegészült a képviselőtestület, Makkostaba megérkezett a képviselőtestület ülésre. Kérem képviselőtársaimat, a határati javaslatról szavazzunk. Köszönöm szépen, megállapítom, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület határati javaslatot. Következő napirendi pont, előterjesztés Fonyolváros településrendezési eszközeinek, település szerkezeti tervének, helyi építési szabályzatának, szabályozási tervének 12-es számú módosításáról. Tárgyalta a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság. És javasolja a képviselőtestületnek egy módosító javaslattal a napirend elfogadását, amely szerint az 1.5-ös számú Sándor utca déli szakasz Zsák utcaként szabályozott részének rendezése kerüljön ki ebből a 12-es számú módosításból. De több olyan hozzászólás hangzott el tegnap a bizottság ülésen, amely pedig majd beépítésre kerül ebbe a javaslatba, hiszen egy maratoni tárgyalása volt ennek a napi rendi pontnak, és köszönjük itt is a hozzászólásokat. Köszönöm szépen. Van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása? Amennyiben nincs, akkor aki a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság módosító javaslatával egyetért, az kérem igen gombbal szavazzon. Köszönöm szépen, megemlítem, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület, és aki így elfogadja a határati javaslatot, kérem igen gombbal szavazzon. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület. Következő napirendi pontunk, előterjesztés a 86-40 Fonyód főutca 19 66-74/12 helyrajzi számú földrészleten lévő építmények önálló ingatlanként történő feltüntetéséről. Tárgyalta a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság. És javasoljuk a képviselőtestületnek az előterjesztés szerinti határozott javaslat elfogadását, amely ugye főutca 19 a hivatalt és a környező épületeket érinti, amelyek jelenleg egy helyrajzi számon vannak nyilvántartva. Így jövőben, ugye, mivel mindegyik épület régi, gondolkodni kell és tervezni kell ezeknek a felújítását, energetikai korszerűsítését, amelyhez nyújt segítséget, hogyha ezeket külön fogjuk tudni a későbbiekben nyilvántartani, hiszen így mindegyikre külön-külön lehetséges lesz egy-egy energetikai pályázatnak a beadása, amely jelenleg csak egy darab pályázat beadását tenni lehető, hiszen egy helyrezi számot találta az összeséget, úgyhogy ez van a napirend háttérben beszélni a képviselőtestület, hogyha lehetőség adódna rá, hogy ezeket az épületeket fel tudjuk újítani. Köszönöm szépen! Van-e valakinek kérdése, észrevétele, hozzászólása?
amennyiben nincs, akkor kérem képviselőtársaimat, szavazzunk a határati javaslatról. Megállapítom, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület a határati javaslatot. Következő napirendi pont a sürgősségi indítvány a Fecskepart óvoda és bölcsőde alapító okiratának módosításáról. Tárgyalta a Jogi és Humán Bizottság. A Jogi és Humán Bizottság javasolja a képviselőtestületnek a határozati javaslat előterjesztés szerinti elfogadását, amely a Fecskepart óvoda és bölcsőde alapító okiratában egy módosítást tartalmaz. Az új pedagógus életpályáról szóló törvény és az a végrehajtó kormány rendelet értelmében 2024. január 1-től a köznevelési intézményekben a pedagógusok és a nevelés oktatást közvetlenül segítő munkakörben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszony a köznevelési foglalkoztatotti jogviszonnyá alakul át. Ennek megfelelően ezt át kell ugye az alapító okiratban vezetni. Az alapító okiratnak két pontja fog ennek meg értelmében módosulni, az 5.1-es és az 5.2-es, ezt tartalmazza ez a előterjesztés. Ezzel szoros összefüggésben azt azért el kell mondani, hogy a másik fontos dokumentum, az SMS is újra a képviselőtestület elé fog rövidesen kerülni, ugyan ebben a témakörben módosításra kerül sor. Köszönöm szépen! Tárgyalta a Városfejlesztés és Pénzügyi Bizottság. Szintén javasoljuk az alapító okirat módosításának elfogadását előterjesztés szerinti tartalomban. Köszönöm szépen, kérem képviselőtársamat, szavazzunk a határozati javaslatról. Látom, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület az alapító okirat módosítását. Következő napirendi pontunk. Sürgősségi indítvány a civil szervezeteknek nyújtható önkormányzati támogatásokról szóló 18/2020 önkormányzati rendelet módosításáról. Tárgyalta a Jogi és Humán Bizottság. A Jogi és Humán Bizottság javasolja a képviselőtestületnek a rendelet tervezett előterjesztés szerinti elfogadását. Ez a rendelet módosítás tulajdonképpen azért vált indokoltá, mert a Városfejlesztési Bizottság, pénzügyi és Városfejlesztési Bizottságnak az ülésein, akik hivatottak igazából átruházott hatáskörben mindig a civil szervezeteknek járó összegekről dönteni, illetve azokról tárgyalni, számtalan esetben felmerült ennek az igénye, hogy hozzuk előrébb, mert hogy eddig ugye április 15 volt a határidő, és az gyakorlatilag azért már egy negyed éve eltelt jelentette. Ezért született tulajdonképpen ez a rendeletmódosítás, ami az április 15-i időpont helyett egy korábbi időpontra fogja tenni gyakorlatilag a beadási határidőt. Ez valószínűsíthetőleg február elején lesz. Maga a pályázat kiírása a rendelet szerint, szó szerint úgy rendelkezik az, amit most gyakorlatilag elkívánunk majd valószínűleg fogadni, hogy minden év, tárgyév első 5. munkanapján, de ez fontos, hogy munkanapja, ami 24-re vonatkozólag január 5-ét fogja fedni igazából, mert itt január 1-e lesz az első, ugye munkanap, hogyha jól számolom, és ez szerint felhívnám minden civil szervezetnek, aki eddig élt ebben a lehetőséggel, a figyelmét arra, hogy most januárban. Csak számolunk, hogy melyik az első munkanap, hogy jelentőséget. Akkor lehet, hogy január 8-a. De minden esetben a legfontosabb igazából az, hogy a civil szervezeteknek fel kell hívni mindenképpen a figyelmét, hiszen egy picit rövidebb lesz az az idő, ami rendelkezésükre fog állni. Ez gyakorlatilag most ez az átmenet, mert egy idő után meg fogják szokni, de ez az első évben jelenthet esetleg problémát, ezért mindenkit szeretnék megkérni, aki civil szervezetekkel kapcsolatban van, akár a képviselőtársaimat és mindenkit, a hallgatóságot is, hogy erre hívják mindenképpen a figyelmüket, mert ez okozhat esetleg egy pici kis problémát, de amúgy azt gondolom, hogy az igény erre viszont sokkal nagyobb volt, és azt gondolom, hogy a civil szervezeteknek sokkal jobb lesz, hogy gyakorlatilag évelején tudnak már ezzel tervezni.
és erről szól, és egyébként pedig a Jogi és Humán Bizottság támogatja ennek a rendetmódosításnak az elfogadását. Köszönöm szépen, tárgyalta a Városfejlesztési és Pénzügyi Bizottság. És javasoljuk a képviselőtestületnek szintén az előterjesztés szerint elfogadását ennek a rendeletmódosításnak, és várjuk a civil igényeket. Kérdés, parancsoljuk képviselő. Csak annyi kérdésnek, hogy a kifizetések viszont mindenképpen a költségvetés elfogadása után lesznek. Igények beérkezhetnek elő, de kifizetés csak költségvetés elfogadása után. Köszönöm. Köszönöm szépen, egyéb kérdés, hozzászólás, parancsol képviselő. Ez az, amit ugye emesen mondott, hogy ez várhatóan február közepén második felében lesz, csak nem kötötte össze a költségvetés elfogadásával. Viszont maga meghirdetés ugye 8-áig fog megjelenni a szokott formában. Köszönöm. Köszönöm szépen. Kérem képviselőtársaimat, szavazunk a rendelet módosítására. Köszönöm szépen, megállítom, hogy 7 igen szavazattal elfogadta a képviselőtestület a rendelet módosítást. A nyílt ülés végére értünk. Kérdések, interpellációk. Parancsolj, képviselő. Csak egy kérdésem lenne. Az év folyamán több interpellációba előkerül a módosított fonyott kártya, amit Isten bizony ígérettel az ez év végére decemberre szólt. Kérdése, hogy én is, ha jól emlékszem, valamilyen költségszintig a média testének a költségvetésébe került ez be. Hát most december közepe van. Kérdése, sikerült-e valamit. Köszönöm a kérdést. Bocsánat, ez azért került fel, mert a veszélyhelyzeti kormányzás idején megszűnt a fonyódiaknak a parkolóhelyeken a 1 órás várakozás. Az akkor egy személyi döntés, az is erre reagálva javasolta, hogy valami megoldást kellett találni. Ezt valamilyen formában vissza kellene állítani, és akkor hangzott el, hogy új kártya. Mondjuk kétségeim voltak, mert egy új kártyához gondolom én, hogy a letelepített parkolási automatákban is valami változás kellett volna, vagy kellene. De a lényeg az, hogy ez év vége volt ígéret, hogy ebben lépés lesz. Igen, köszönöm a kérdést. A Média Kft. És önkormányzatunk 2021 nyara óta dolgozik együtt egy külső céggel, egy több lépcsős rendszerben, aminek célja, hogy gyakorlatilag településünket vizuálisan nem csak hogy bemutassuk, hanem a 21. század elvárásainak megfelelővé tegyük pont ilyen fonyódkártya és egyéb applikációs megjelenések kapcsán. Ennek a lépcsőnek gyakorlatilag két része már megvalósult, az egyik a Szaponcai sétányhoz volt köthető, ahol egy QR-kódos fejlesztés történt, a másik pedig az, hogy a különböző fotókat készített ez a külső cég, és ezáltal gyakorlatilag a fonyódiaknak és a nyaraló tulajdonosoknak is vizuálisan könnyen elérhető a településünk, valamint 130 kilométernyi utat fényképeztek, videóztak le, és ezt feltöltötték a Google applikációba, ezzel segítve akár a vállalkozásokat, akár a fonyódiakat, akár az üdülő tulajdonosokat, és ennek a projektnek a harmadik lépcsője lesz az, hogy esetlegesen applikációs fejlesztésben gondolkozunk, és ennek lesz egy része a fonyódt kártya, vagy lehet egy része a fonyódt kártya. A külső vállalkozóval januárban fogunk leülni Média Kft-vel, polgármester úrral, és utána majd akkor beszámolunk róla, hogy ez jövőre megvalósulhat-e. Tehát az idei évben nem fog már ez a fonyódt kártya megvalósulni. Köszönöm. Legalább ígéret volt. Esély? Legalább ígéret volt. De akkor azt mindenképpen kérdém, ha nem áll az úgy össze, mert beruházás egyéb pluszköltség van, akkor azért gondolja át a testület újból ezt a parkoló helyi egyórás használatát, a helyi értmény. Köszönöm. Köszönöm. Igen, egyébként még a költségvetés tárgyalás előtt fogunk leülni a külső vállalkozóval, és amennyiben ennek költségmozadalmat át fogjuk gondolni, hogy éri meg is, hogy tényleg a 21. század elvárásainak eleget tegyünk. Köszönöm szépen.
Parancsol képviselő. Csak egy gyors kérdés. A Csisztajút megnyitása ugye holnap délötleg volna esedékes, hogy ezzel kapcsolatban tudunk-e bármilyen információt? Vagy a hétfő, ugye? Igen. Nem fogjuk holnap megtartani, ezt ki is fogjuk közölni. Egyrészt az időjárás bizonytalansága miatt, másrészt pedig polgármester úr nem tud jelen lenni, úgyhogy egy később időpontot fogunk meghatározni. A Csisztai út elkészült, hát a projekt még nem zárult, de az út maga elkészült, és fogunk egy nyilvános, sajtónyilvános és mindenki által nyilvános átadást tartani valamikor. Ennek az időpontjáról majd később fogunk értesíteni mindenkit. Nyomunk ehhez kapcsolódóan, hogy akkor a közúti forgalom előtt megnyílik a Csisztai út, értelemszerűen? Igen. Jó, oké, hát 14-ben, ahogy köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Valakinek mi kérdése, interpellációja? Amennyiben nincs, akkor nagyon szépen köszönöm mindenkinek a megjelenést, és nagyon köszönöm az egész éves munkáját a hivatalunk dolgozóinak, intézményvezetőknek, intézményeinek, és mindenkinek nagyon békés, boldog karácsonyt és boldog új évet kívánok. És hadd hívjam fel a figyelmét a televízió nézőknek és a fogyódóknak és a jelenlévőknek még két programra. December 17-én vasárnap 6 órakor, 18 órakor a 3. adventi gyertyát fogjuk majd gyújtani a dísztéren, és december 20-án, szerdán 17 órakor pedig a gimnázium aulájába várunk mindenkit nagy szeretettel karácsonyi koncertre, utána pedig a dísztéren egy kis forralt bor tea iszogatásra és kalács evésre. Mindenkinek kellemes ünnepeket, boldog új évet kívánok. Köszönöm szépen, hogy nyitőülést ezzel bezárom, és rövid szünet után zárt üléssel folytatjuk a testületülést.